Sziasztok! Most itt egy kicsit így FPS nézetre váltok. Ez azt jelenti, hogy így a saját szemszögemből lesz véve egy-két videó. Ennek az oka elsődlegesen az, hogy eladtam a monitort, de hát most nincs gépem, csak ez a MacBook Pro, úgyhogy az a fogom elkészíteni a videókat. Ugye ez nem alkalmas arra, hogy most bittam én magas követelményű játékokat játszak vele, vagy tutoriálokat tudnák csinálni, csak nem tudom, hogy felvenni. Úgy, hogy az jó is legyen, meg nagy felbontás, meg minden. Ugye az Avermedia az itt van a gépbe, de hát azt ugye csak akkor tudom használni, hogyha bekapcsolom a gépet, de monitor hiányába ezt nem tudom most kivitelezni. Úgyhogy ilyen kamerás videók lesznek. Egy pár. Ez így most csak egy ilyen bevezető volt. Ebben a videóban egy érdekes, hát úgymond egy kísérletet fogok bemutatni. Vízzel és egy érdekes anyaggal. Úgyhogy akkor kezdjük is. Na, akkor kezdjük is el ezt a dolgot. Elsősorban tegyünk ebbe az edénybe vizet. Egy pohár víz, megnyugodtam, mondjuk még egy pohár vizet. De hát már két pohár víz van ebben az edényben. Mivel a víz ugye érdekes módon átlátszó, ezért nehéz lesz majd egy kicsit látni, de majd próbálom mutatni úgy, hogy minden látszódjon. Akkor van itt nekünk egy ilyen rejtélyes, poralapú anyag. Ezt most szépen adjuk hozzá. Így. És akkor várjunk egy kicsit, de közben egy kicsit kavarjuk meg, hogy szépen beinduljon a reakció. Így. És akkor most egy kicsit várunk, hogy létrejöjjenek a folyamatok, amiknek létre kell jönnie. Elég gyorsan fog történni, de azért nem két másodperc, úgyhogy ezt most akkor így figyelemmel tudjuk kísérni egy rövid ideig. Azért vagyok kesztyűben, ugye látszik, mert ez az anyag, ez nem található meg minden háztartásban, és rendkívül mérgező, de hát nem ajánlott. Se megenni, se meginni, stb. Videó elejére nem teszem oda, meg nem is mondom, hogy ne próbáljátok ki otthon, mert úgyse fogom elmondani, hogy mi ez. De no. Igazából ki lehet próbálni, csak ügyesen. De szerintem annyira nem is lesz olyan látványos, hogy nagyon sokan ki akarják majd próbálni, de egy videót megér. Nézzük csak, még mindig nagyon ilyen vizes cucc, de már kezd egy kicsit alakulni. Legjobb az lesz, most adunk neki egy kis időt, úgyhogy én addig most elmegyek, és ezt a folyamatot felgyorsítva látjátok, nem lesz látványos, nem fog felrobbanni semmi. Na, majd jövök. Na, közben itt a kamera az román állampolgár, úgyhogy kikapcsolt így időközben, mindegy. Körülbelül lófaszul nem maradtatok le,
Na, létrejött, befejeződött nagyjából a reakció, bár még tartani fog több mint egy órát. Az érdekessége ennek az egésznek az, hogy most itt ez a víz, majdnem, hogy már teljesen szilárd. De hát így meg tudom fogni a vizet. De hát ez az egésznek a lényege, hogyha eltelik még egy hosszabb idő, mit tudom én, egy óra, közben itt megmutatom közelebbről is ezt a cuccot, de hát ilyen lett a víz. De hát, hogyha eltelik itt, mit tudom én, még egy óra, várunk vele, akkor ez teljesen megszilárdul, és olyan lesz, mint, hát nem lesz pont olyan, de hasonlítani fog a jégre, csak ilyen vörös színű lesz. De hát ugyanúgy marad, szóval hőmérsékletű, mit tudom én, 25-6 fok, és szilárd halmaz állapotúvá válik. Hát ez lett volna ez a kísérlet, most le is veszem a kesztyűt, meg itt majd kezet mosok, meg minden. Úgyhogy ez volt a dolog, remélem tetszett. Sziasztok!